Na, sziasztok, bejelentkezés. Megjöttek az első vendégeink. Hájó. Hogy érzitek magatokat? Éppen mind a ketten most vagytok túl egy-egy óra masszázson. Milyen volt a masszázs, Szofia? Nagyon jó. Nagyon jó? Milyen volt? Nagyon jó. Tetszett. Egy óra masszázs. És neked, Zoli? Nagyon jó volt. Hogy tetszik a resort? Fantasztikó. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon élvezzük az itt létet. Jól van, köszönjük. Na, én közben mutatom a történéseket. Ugye eddig nem tudtam videózni innen, mert Balin voltunk, és hú, vásárlás hátán vásárlás volt. Úgyhogy beszereztünk mindent a villához. Nagyon-nagyon sok mindent, inkább ezt mondanám. Nem teljesen mindent, de rajta vagyunk az ügyön. Kanapétól kezdve a kézmosóig. Most már kész van a burkolás, meg is mutatom nektek, milyen sokat haladtak a fiúk. Tulajdonképpen egy fürdőszoba van még hátra, amit burkolnak. És holnap után várjuk a berendezést. Nagyon, nagyon jó. Mutatom nektek. Tadadadá. Ugye készen lett a fal. Miért ilyen fal? Azért, mert sokfajta díszítőkövünk van, és szeretném volna megmutatni azoknak, akiket éppen egy ilyen érdekel. Villa Frangepani, ugye? Ezt kicsit lehet, hogy soknak tűnik, de szerintem ez nagyon nekünk tetszik. A másik belülről egy másik követ használtunk. Talán az egy kicsit barátságosabbnak fog tűnni. Elkezdték ültetgetni ugye a citromfüvet. És lássatok csodát! Paradalam! Készen van a nappali burkolás. Itt már a gipszkartonozás is viszonylag jól áll. Leállítottam, hogy ne csinálják egyelőre a gletteléseket. Ugye elkezdődött a medence körüli rész, de mivel ezeket mi gyártjuk, ezért most ez egy kis időre van szükségünk. Amivel a szoba készen van, a burkolás, gipszkartonozás is nagy részben készen van. Medence készen, hú, egy csodálatos panel jön most az elé. Az is most jön elvileg a... Ugye itt már ezt láttátok. Aha, készül a zuhany kabinnak a része. Itt még egy mennyezet van hátra. És ez lesz a... Innen fog. Itt lesz egy zuhany kabin, és ez ide lehet majd kézmosó cuccokat rakni. Hideg-meleg. Jó lesz ez. Kérem szépen. Jövünk. Nappali az nagyon nagy lett. Ugye itt is készen vagyunk a burkolással. Itt, hogyha bejövünk. De furcsa szagok vannak. Na, itt már szintén ugyanazzal a burkolólappal, mint ami dalának volt. De mi történt? Nem lett elég. Nem azért nem lett elég, mert nem rendeltünk eleget, hanem azért nem lett elég, mert amit rendeltünk, ennyi volt a boltba. Úgyhogy még három lapunk van, 6 dobozunk van, de az baromira nem lesz elég, úgyhogy amúgy is gondolkodtam, hogy ezt a hátsó falat valami másik kerámiával szeretném kitölteni, úgyhogy valószínűleg ez is marad. Na, mondom a következő. Közben valami ilyet megszakadt. Most jön egy ilyenünk, itt is készen vagyunk. Készen van a burkolás, gipszkarton szerintem egy pár nap is elkészül. Ugye, és már csinálják kívülről. Igen. Na hát ugye ezzel is csináltuk volna a kerítést, ami egy szolidabb stílus. És a másik villa az ezzel lesz csinálva. Most fejezték be a fiúk azt a falat. Mutatom is. De szerettem volna megmutatni, hogy mennyiféle fajta kövünk van. Ez most még szárad, ott fent. Itt már felkerült a név is. Zumba Paradise. És még elkezdem mutatni nektek egy érdekességet. Végre beindult a varoda. Már hamarabb beindult, már mielőtt Balira mentünk, már akkor elkezdődött. Úgyhogy most már azóta van egy varó bácsink, aki itt most ment haza, mert megy vége munkának. És hát lehet azt mondani, hogy
néha itt is alszik, mert annyi sok munkánk van egyelőre függönyökre. Már a fehér függönyök ennek a része, egy részét már le is varta. Például többek között kicseréltük az étterembe is. Most levart nekünk sötétítő függönyt is, meg hát mindenféle idevaló cuccokat vara bácsi. Onnan ismerjük, hogy már régen is varadtunk vele, és nagyon-nagyon hát drága volt, akkor a saját gépével vart, úgyhogy most felvettük, lehet azt mondani, hogy ilyen főállásba, úgyhogy itt van és csinálja. Na, J789, J7 már készen vagyunk, J8-ba ma került fel a, hát ha itt vagyunk, meg is mutatom, J9, ágy, az is megvan, ez is megvan, és felkerült ide is a tükör, tararadam, kagyló hátán. Több száz kagyló. Úgyhogy ez is most nem sokára készen van. Függöny is fenn van, sötétítő kerül még fel. Asztalra várunk és kész. Az asztalal az van, hogy folyamatosan csinálj nekünk az asztalos, de hát ugye nagyon sok asztalt rendelünk tőle. Úgy gondolom más munkája is van. Már hiába van egy belső asztalosunk, aki csak nekünk dolgozik, de annyi munkát adunk nekik, hogy húha. Mint láttátok, még a villában is most készülnek az ajtókeretek. Ugye azért az is egy elég sok időt vesz irénybe, ahhoz képest, hogy hány ember, 1-2-3-4 ember dolgozik rajta szinte folyamatosan. Bal oldalt kész a kerítés, jobb oldalt kezdjük holnap installálni, 200 méter panel készen van. Hát itt nem megyek át, de biztosan látni fogjátok. Be van rendezve itt egy varuda. Én annyira nem értek hozzá, állítólag jó gépek. Itt a J13-ba folyik a munka. Úgyhogy innentől kezdve azok, akik megrendelték a függönyöket, azok most már tényleg jó minőségbe. Tehát a következő videóban meg is mutatom nektek, hogy milyen szépen dolgozik az öreg. Egyetlen egy, néha segít neki egy ember, úgyhogy innentől kezdve a törölközőket, a ruhákat, a staffnak a ruháját, a kispárna, nagypárna, húzatok, függönyök, évekre előre van szerintem munkánk, főleg ilyen varodai dolgokra, de hogyha kell bárkinek egyedi igénye van, most is hamarosan jönnek olyan vendégek, akiknek háza van itt, és szeretne valami egyedit megvaratni, akkor állunk elébe. Kívülről így néz már ki a villa. Ugye itt a hátulja ez nem lesz burkolva, hiszen már egy másik villa kezdődik itt, és ez már a másik villának a fala is lesz egyben. Úgyhogy akinek itt lesz villája, ő fogja majd ezt eldönteni, hogy ez a fal milyennel legyen. Később jobb beleburkolva. Készen vagyunk ott a kerítésre. Ott van, hagytunk egy kijáratot, hogy autókkal be tudjunk jönni. Nem sokára, már most csak a bal oldal lehet bejönni, de már hogyha itt lezárjuk folyamatosan, ugye ennek a kerítés elemnek az az első és legfontosabb tulajdonsága, hogy csak felhúzzuk a paneleket, és onnantól kezdve nyitható az egész. Úgyhogy így fogunk menni végig. Na, szerintem most már így kb. Ennyi. Itt elkészült ez a ház is. Már most kezdik itt ezt a házat hamarosan. Na, nézzetek be még egyszer ebből a perspektívából is a villába. Kövek le leszünk nem sokára rakva. Festés, nyilázárók. Jön a berendezés. Elméletileg holnap után lehet tudjuk, hogy ez milyen. Magi mana? Befejeztem már a munkát. Befejeztem a munkát, ugye. Már elmúlt 5 óra.
közben masszírozóba is vannak. Az ott folyik a masszázs, utána én megyek masszíroztatni. Úgyhogy hamarosan várunk veleteket szeretettel. És lesz majd egy-két érdekes megosztásom is. Azt majd figyeljétek, ne maradjatok le róla. Pár videó. És kezdjük itt nem sokára a kaput. Utat és kaput. Na, hát már ennyi. Remélem sikerült kielégíteni a kíváncsiságotokat. Á, még talán megmutatok valamit. Erről majd akarok csinálni videót is. Föl az asztallap. Hogy milyen technikával, azt még nem mutatom. Próbálkozunk mindennel. Sziasztok!